például a közbiztonsági programunk, ami az én indítványom volt, és most már második alkalommal került a közgyűlés ide, hiszen az első előző tárgyalás alkalmával levették a napirendről. Nagyon-nagyon hosszas, és úgy gondolom, hogy hasznos vita alakult ki, hiszen megismerhettünk egymás álláspontját végre. Én azt gondolom, hogy érdemi ellenvetés azokkal a felvetésekkel, amit én próbáltam előterjeszteni, nem volt. Én azt látom, hogy van egy olyan hozzáállás, hogyha nem a városvezetés, vagy nem azok a képviselők, akik terjesztik elő, akiket ők szeretnek hallani, mint előterjesztő, akkor egy alap ellenkezés van a város részéről. Hiszen mit mondott a mi hazánk, és mit mondtam én ebbe a programba, meg kell növelni a közterületfelügyelőknek a létszámát, meg kell erősíteni a közterületi jelenlétet. A polgármester asszony által benyújtott gazdasági programba szinte pont ugyanezek szerepelnek. Én mit mondtam én, hogy ehhez, hogy föl tudjuk tölteni a közterületfelügyelők létszámát, egy méltó bért kell adni ezeknek az embereknek, és egy olyan bért, ami tényleg versenyképessé teszi azt a helyzetet, hogy az ipari parki munkával szemben, hogy ők itt a közterületfelügyeletnél egyébként igénybevevő, tehát az embert igénybevevő munkát végeznek. Hiszen lássuk be, ez nem a legdivatosabb szakma ma Magyarországon, hogy ő rendvédelemmel foglalkozik. Vissza kell állítani a becsületüket, és hogyan tudnánk ezt megtenni a rendvédelemmel foglalkozóknak a becsületét, hogyan tudnánk legegyszerűbben elkezdeni ezt a folyamatot, hogyha bért emelünk nekik. Amikor én mondom ezt, akkor ez nem elfogadható, és nem is fogadták el sajnos a közgyűlési többség és a balliberális képviselők. Érdekes módon a polgármester asszonynak a programjában szó szerint az szerepel, hogy béremeléssel kell ide csábítani a közterületfelügyelőket. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzet, és én remélem, hogy a tatabányai lakosokhoz elér ennek a híre, hiszen ugyanarról van szó, mindenki látja a problémát. Tatabányán azoknak a közterületi problémáknak az megoldása egyszerű, ami a legjobban bosszantja a lakosokat. Oda kell menni közterületi rendvédelmi erőkkel. A rendőrség állami szerv. A rendőrséget befolyásolni nem tudjuk. Viszont van egy közterületfelügyeletünk. Én azt gondolom, hogy létre tudunk hozni egy olyan rendészetet, ami ezt a feladatot megoldja. De érdekes módon, akkor, amikor ezt egy nem balliberális képviselő mondja, akkor ezt nem tartják támogathatónak. Én azt gondolom, hogy el kellene indulni abba az irányba végre, hogy ami jó, az pártsemleges. A rendbontások, a különböző közterületi deviáns magatartások nincsenek pártszínei. Az nem jobb vagy baloldali. Én azt gondolom, hogy azok a lakosok, akik mondjuk az Ifjúság utcán nem tudnak éjszaka rendesen aludni és pihenni, azok nem jobboldali és baloldaliak, ők tatabányaiak. És az ő problémáit nekünk meg kell oldani. Én erre tettem kísérletet ma, sajnos az igazság, hogy az érdemi javaslataimat mind leszavazták, hiszen és mindazt úgy, hogy érdemben nem tudtam meg azt, hogy mi ezzel a problémájuk. Én úgy gondolom, hogy lesz ennek még folytatása, én a magam részéről ígérhetem, hogy küzdeni fogok azért, hogy ez a rendészet megvalósuljon, és végre tudjunk tenni a közrendért.